arról szeretnék beszélni, hogy mi várható, mi az, amit úgy körülbelül sejteni lehet arról, hogy mi vár ránk, most nagyot mondok, a következő 10 évben. És ez szükségszerűen nagy hibázási lehetőség van abban, amit mondok, és természetesen, ahogy mondtam, mint ahogy senki sem, én sem látom a jövőt, azt gondolom, hogy a legtöbb, amit az ember ilyenkor tenni tud, az, hogy összeszedi azokat az adatokat, meg információkat, amik a rendelkezésére állnak, és utána megpróbálja kiválogatni azokat belőle, amiket ő fontosnak gondol, hangsúlyosnak gondol. Úgyhogy ez az én ambícióm, hogy egy kicsit az információból, a hihetetlen információ tömegből kicsipkedjem azokat a dolgokat, amik szerintem fontosak, és amik esetleg jeleket adnak nekünk arra nézve, hogy merre is megy a világ. Azt felül azt gondolom, hogy kevesünknek lehet, vagy van kétsége, hogy 2020 az egy nagy korszakváltás lesz. Nem a vírus miatt, hanem amiatt a nagy válság miatt, amit a nagy gazdasági válság miatt, amelyik előttünk áll. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a 2020-21-22-es időszak ki fogja szelektálni azt, hogy ebből a 2010-es évtizedből, ebből a nagyon átmeneti évtizedből, és erről majd beszélni fogok, mi volt, ami tartós, és mi volt, ami teljesen átmeneti. Az, aki a 2008 előtti világba vágyódik vissza, annak rossz hírem van alapvetően, annak negatív a kitekintés, mert oda nem fogunk visszamenni, annak a korszaknak vége. Akinek a 2010-es évek nem igazán tetszettek a maguk hihetetlen kaotikusságával, azoknak jó hírem van, ahhoz képest egy kicsit rendezettebb lesz a világ. Minden bizonnyal. Az, ami teljesen egyértelmű, hogy egy új világrend vár ránk, az új világrend az egy új uralkodó ideológiával fog jönni, és az új uralkodó ideológiából és világrendből pedig nagyon különböző országstratégiák következnek, mint amik dominálták a 2010-es éveket, vagy esetlegesen az elette lévő időszakot. Itt van 2020, itt van a karantén, koronavírus, és itt van előttünk egy óriási nagy gazdasági válság. Na most, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a gazdasági válság lényegesen fontosabb jelenség, mint maga a koronavírus. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a koronavírus kapcsán egy csomó ország által mutatott felkészületlenség, döntésekkel kapcsolatos nagy mellényúlások, az általános bizonytalanságérzet, amit ezt kreált, illetve ehhez kapcsolódóan az a bizonytalanságérzet és megélhetéssel kapcsolatos nagyfokú elbizonytalanulás, ami a gazdasági válság kapcsán várható, hogy ki fog alakulni, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy az inercia ereje drámaian meg fog gyengülni. Tehát az, ami fenntartotta a 2010-es rendszert, az az emlék, ami még 2008-ról velünk él, tovább nyúlnak azok a csápok, azok hirtelen nagyon meg fognak gyengülni. Na most, hogy mit várunk, hogyha nem a múltból táplálkozunk, hogyha nem az inercia fogja nagy erővel egybetartani az előző rendszert, akkor mi lesz? Én azt gondolom, hogy a világrend szempontjából, mert hogy itt kell kezdenünk, a maga a koronavírus és az ahhoz kapcsolódó gazdasági válság egyértelműen fel fogja gyorsítani azokat a folyamatokat, amik már 2018-ban megkezdődtek. Várhatóan nem egy világ lesz, hanem két világ lesz. Lesz egy Kína központú világ, meg lesz egy Amerika központú világ. Ez nagyon nagy mértékben elősegíti azt, hogy mind Kínának, mind az Egyesült Államoknak nagyon komoly belső feszültségei vannak. És a belső feszültségeket nincs még egy olyan dolog, ami olyan fantasztikus megoldást ad, mint egy kiváló külső ellenség. Egy kiváló külső ellenséggel nagyszerű dolgokra lehet rávenni az ember. És azt gondolom, hogy Kína gyakorlatilag Xi Jinping alatt önként jelentkezett erre a pozícióra Amerikában, és most pedig egy olyan helyzet van Amerikában, ahol nagy igény is van egy ilyen típusú ellenségre. Csak hogy két példát mondjak, hogy azért itt komoly dolgokról van szó. Kiszivárgott sajtójelentések szerint Xi Jinping 2020 elején azt mondta a politikai bizottság tagjainak, hogy 30 éves küzdelemre kell felkészülni az Egyesült Államok ellen. Hogyha követjük azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban, látjuk azt, hogy gyakorlatilag Joe Biden és Donald Trump, a két elnök jelölt, versenyeznek azzal, hogy ki lenne keményebb Kínával.
Nagyon valószínű, hogy ez ennek a legfontosabb frontjai ennek a technológia lesz, különösen azok a technológiák, amik hadászat, úgynevezett kettős használatú technológiák, amik hadászatban is jelentőséggel bírnak, hadviselésben is. Itt már most látjuk ezt a kokomlistához hasonló jelenséget. Nagyon nagy valószínűséggel technológiai területen megszűnik az, hogy egy globális standard van, két külön standard lesz egy külön kínai központú standard, meg lesz egy amerikai központú standard. A szellemi termékekre való szabályok drámaian meg fognak változni. Lesz egy éles határ. Nem nagyon lesz átjárás a kettő között. A szakértők és a tehetségekért nagyon komoly háború fog folyni. Mindenki próbálja majd a másikét elcsábítani, és arra törekedni, hogy a legnagyobb elmék náluk legyenek. Minden bizonnyal egy rendkívül erős propaganda küzdelemre kell felkészülni. És ott van egy nagyon érdekes terület ennek, amit hívhatunk az egyszerűség kedvéért devizaháborúnak, ami nem egy rövid távú dolog, ebben nem nagyon tud labdába rúgni Kína egyelőre, de ez 10-20 év múlva egy nagyon fontos kérdés és terület lehet. Ami kevésbé érintett valószínűleg ebből a konfliktusból, azok a hadászatilag nem érzékeny áruk, CD-lejátszó, már lehet, hogy nincs CD-lejátszó. Tehát mindenfajta olyan nagyon egyszerű szórakoztató elektronikai eszköz, az például egy kiváló példa arra, aminek valószínűleg a kereskedelmét ez nem nagyon fogja érinteni. És a turistákat jó eséllyel nem fogja érinteni. Tehát nem arról van szó, hogy nem mehetünk egymás országába, hanem vannak területek, ahol nagyon-nagyon szoros kontroll van. Ebben gyakorlatilag egy nagy, igazán jelentős kérdés lesz az, hogy hova kerül ebben az Európai Unió. Az Európai Uniónak alapvetően nagyon egyértelmű, ha egy elvont, így felülről nézem, mint a falat kenyér kéne az Egyesült Államok. Hosszú a történet, de úgy tűnik, hogy az Európai Unióban nincs meg se a védelmi kapacitás sem, még érdekes módon a leadership kapacitás sem, hogy az olyan típusú kihívásokra, mint például a határok védelme, megfelelő választ tudjanak adni. Most nem is beszélek arról, hogy Ukrajna, mit van a szomszédunkban, ki kezeli valójában ott a konfliktus. Mi a döntő kérdés Ukrajnának, mi fontos igazán? Hogy az EU mit mond, vagy hogy Washington mit mond? Ki ad nekik ilyen Javelin tankelhárító rakétákat? Az EU, vagy pedig Washington? Hát teljesen egyértelmű a válasz. De az a helyzet, hogy az USA is sokkal gyengébb az EU nélkül. Hogyan csinál bárki komoly kokomlistát, komoly technológiai háborút, ha közben az Európai Unióból majdnem ugyanolyan szintű termékek szabadon áramolhatnak Kínába? Ha nincs kooperáció, akkor az USA sokkal gyengébb ebben. Tehát, hogy látszólag ennek össze kéne állni, ugye megint csak sajtójelentések, nyilvános a dolog, 2017-ben Macron elnök felajánlotta ezt, hogy hívjáknak, Trumpnak. Igen, fogjuk össze, legyen Kína az, ami újra összehoz minket. Az a baj, hogy Trumpnak német fóbiája van. Valami miatt ő azt gondolja, hogy ő neki Németországtól is meg kell védenie az Egyesült Államokat. Szürreális, ez innen nézve szürreális, de ez egy adottság, ez az ember itt van, és ő az elnök. Ezért aztán azt gondolom, hogy a legfontosabb nyitott kérdésünkre a válasz az az, hogy attól függ, hogy ki nyer 2020 őszén. Ha Biden nyer, majdnem biztos, hogy az EU és az Egyesült Államok sokkal közelebb lesz egymáshoz, mint az elmúlt 10 évben, és valószínűleg Kína fogja megadni azt a kapcsolódási pontot, akivel szemben definiálni fogják magukat. Nyilvánvalóan lesz egy nagy vita arról, hogy Oroszországnak ajánlatot kell adni, hogy kiegyezünk, vagy az oroszok már lehorgonyozták magukat Kína mellett, és azt szerint kell reagálni. Ez egy jó nagy kérdés, nem gondolom, hogy bárki tudja a választ. De hogyha Trump nyer, akkor ott 4 éven át lehet annyi kárt tenni, lehet olyan dolgokat kialakítani, ami miatt megjósolhatatlan, hogy mennyire marad együtt a két kontinens. Mi az új ideológia? Ez egy kicsit nehezebb kérdés. De jól látjuk magának egyrészt a vírusra adott reakcióból, illetve utána a kapcsolódó gazdasági válságra adott reakcióból, ugye ki az, aki képes, ez ha van iskolakönyvi eset arra, amikor a vállalatait segítenie kell egy államnak, amikor be kell avatkozni és ki kell tömni őket pénzzel, hogy a vállalatokban meglévő inherens tudás ne vesszen el a gazdaság számára amiatt, mert nem lesz megfelelő kereslet a termékeik iránt, akkor az ma van. És ehhez pénz kell, és képesség kell, hogy a megfelelő helyekre jusson el. Pénze, ez egy, és akkor itt nem fogom kinyitni ezt a hosszú történetet, de ebbe egy óriási változás van abban, ahogy a közgazdászok erről gondolkodnak. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben jó eséllyel Keynes most egy jó 20-30 évre nyerni fog, és mondjuk Friedman, aki egész idáig nyert,
megy a egy kicsit lejjebb a presztízs listán, hogy aztán persze majd 30 évvel múlva megint helyet cseréljenek, de hogy az a lényeg, hogy jó eséllyel azok az országok tudnak nagyon sok pénzt teremteni a semmiből, akik nagyok, ahol az országba vetett hit, az állampolgároknak és a külföldnek az országba vetett hite nagy, és ahol a képessége az államnak arra, hogy ezt megfelelően költse el, nagy. Ennek megfelelően ez egyrészt megint csak azt fogja aláhúzni, hogy ez az a két változó a pénzteremtésben, ami a legfontosabb, és a másik dolog, hogy tényleg utána, hogy hatékony legyen, a világ pénzét meg lehet teremteni, és le lehet költeni ostobaságokra, és nem fog segíteni a gazdaságnak, és el lehet okosan költeni a viszonylag kevesebb pénzt is. És azok az országok, akiknek ez a két kép, ebből a két szempontból ki tudnak emelkedni, ami az állam képessége és az államba vetett bizalom, jó eséllyel ők lesznek a nyertesei részben ennek a válságnak, és jó eséllyel az utána következő időszaknak is. Nem nagyon vannak mintáink arra, ami történik. És mindenki azzal a feltételezéssel működik, hogy kiesik valamennyi termelés, kiesik valamennyi kereslet, és mint hogyha nem veszne el tudás, mint hogyha nem vesznének el cégek tömegesen, mint hogyha annak nem lenne egyfajta spirális hatása, hanem le, aztán vissza. Nem ugyanoda, de úgy fokozatosan vissza. Még olyan modellezést nem láttam, ahol 2-3 éven belül nem mennénk vissza a 2019-es szintre. Ez azt jelenti, hogy van azok az emberek, akik elveszítik a tőkéjüket, és most olyanra gondoljunk, arra az étterem tulajdonosra, arra a turista vállalkozó, turizmussal foglalkozó dolgokkal vállalkozóra, de mondhatnánk itt kevésbé érintett dolgokat, akik azért ugyanúgy nehéz helyzetben lesznek, mindenfajta tanácsadók, akik ha volt megtakarításuk, akkor túlélhetik. Ha nem volt megtakarításuk, akkor lehet, hogy tartósan kiszállnak ebből a vállalkozási dologból, lehet, hogy 5 évre kiszállnak, lehet, hogy 10 évre kiszállnak, és akkor valami olyan tartós tudás veszik el, ami hosszú távon lelassíthatja erre a 2019-es szintre való visszazárkózást. De ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert olyan tömegben történik most ez, hogy szerintem nem tudjuk modellezni, és nagyon különböző lesz a hatás attól függően, hogy milyen megtakarítási szintek vannak az adott országokban. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy van mindenfajta előrejelzés, ahol ami alapján Magyarország a kormány által közölt -3-tól a -7%-ig mehet GDP csökkenésben. Én szerintem ez félrevezető számok, nem igazán ez a fontos, hanem a sokkal kézzelfoghatóbb dolog az az, hogy én azt gondolom, hogy az embereknek az a mentalitása, hogy most belátható időn belül jobb lesz, belátható időn belül mindig csak jobb lesz, és ezért van egy bizakodás, van egy vállalkozási kedv, van egy költési kedv, az nagyon jó eséllyel most kapott egy, még az is lehet, hogy halálos sebet.